Az, hogy a valóságot leképezzük a virtuális térbe, már egy ideje létező technológia. Ma viszont már ott tartunk, hogy a virtuális teret is be tudjuk hozni a való világba. Mi ez az augmented reality? Az augmented reality az egy elég új technológia. Igazából ezzel együtt egy 10-15 éve találta egy japán fickó fel, vagy gondolta ki. De a klasszikus kereskedelmi forgalomban, vagy mobil alkalmazásként, ez igazából az elmúlt 3-4 évben kezdete lehet terjedni. A lényege az augmented reality-nek annyi, hogy látok egy élő kameraképet, ez ma főleg azért okostelefonon történik meg, és erre az élő kameraképre maga az eszköz valamilyen más virtuális tartalmat rákever. Ez lehet 3D-s modell, videó, bármiféle multimédia tartalom. A technológiát többek közt jól lehet használni kereskedelmi demonstrációkra, tudományos célokra, katonai vagy szórakoztatóipari szimulációkra. Ennek azért vannak alfajai is egyébként, most mi is kísérletezünk és használunk is olyan technológiát, ahol ad abszurdum nem is látszik az élő kamerakép, hanem a usert, a felhasználót egy teljes 360 fokos fotó, vagy videó, vagy akár egy háromdimenziós tér veszi körül, és ebbe belép, gyakorlatilag egy időutazásban tud részt venni, vagy térutazásban, egyik pillanatról a másikra, a tenger fenekére, a holdra, vagy akárhova el tudunk menni, hiszen ahogy körbeforgatjuk az eszközt, magunk körül megjelennek ezek a látványvilágok. Na és mi köze van ehhez ennek a Greenbox technológiának? Mert Greenboxot már régóta használunk a televíziózásban. Így van, hát azt gondolom, hogy nektek nem egy nagy újdonság, hogy egy ilyet láttok egy helyiségben. Azt gondolom, hogy ami a jó pofa, hogy ehhez azért eddig viszonylag profi stúdiótechnika, vagy komoly PC-n futó szoftverek, keverő szoftverek kellettek, amelyekkel az egyébként zöld hátteret ki lehet cserélni másra. Ami a jó pofa dolog, hogy így az AR kapcsán, és ez is egyfajta kiegészített valóság, most már ezeken az okostelefonokon, tableteken is lehet ilyen látványt létrehozni. A legegyszerűbb verzió a marker alapú augmented reality, amikor az alkalmazás egy előre meghatározott kép detektálásakor vetíti ki a 3D-s tartalmat. Az alkalmazás keres egy előre definiált képet, azt a printet, ami ott volt az asztalon, és ezt megtalálta, akkor egy 3D-s modellt elhelyez rajta. És ez olyan, mintha tényleg itt lenne. Tehát, hogy egy forgatom, vagy közelebb tolom, akkor tényleg úgy néz ki, mintha itt lenne. Persze a 3D-s modellt lehet animálni, és akkor mindenféle klassz dolog tud történni vele. Ez egyébként a NASA-nak egy alkalmazása. Az űrjárgány pedig tényleg olyan, mintha ott állna az asztalon. Minden oldalról meg tudom nézni, rá tudok közelíteni a részletekre, és még árnyéka is van. Sokkal gazdagabb a tartalom, sok-sok épület van ezen a képen, ezen a markeren, amit élőben nem lesz, itt a képernyőn feltűnnek itt Szingapúr híres épületei, illetve feltűnik két versenyautó, amivel bőszen tudunk, hát az egyikkel tudunk versenyezni a másik ellen, és így szépen megy körbe, és ha elég ügyes vagyok, akkor hamarabb érek vissza, mint az én ellenfelem. Tessék, próbáld. Van az a négy gomb, így van, ott van a négy gomb, és előre, átra, jobbra, balra, most éppen ott a falnak neki mentél, de hát Istenem, de hogyha hátra jössz, és elindulsz balra előre, akkor tudsz menni a házak között, ami ugye a printen nincs rajta, de hát ott meg úgy tűnik. Életnagyságú dolgokat is ki lehet vetíteni a valóságba. Ha ezt tovább gondoljuk, idővel akár egy teljes virtuális világot is létre tudunk hozni. Itt egy másik megoldást látunk, ebben az esetben nem egy sík felület, hanem egy háromdimenziós forma, egy kocka, az a marker, az a felület, amit fel kell ismerni az alkalmazásnak, és erre helyez rá egy 3D-s modellt, egy szánkót, arra szarvassal ott előttem, aki mindenféle trükköket is tud csinálni. Ha megnyomjuk ott a kis kütyűn alul a fekvőtámasz, vagy a másik gombot, a fekszik gombot, akkor a rénszarvas itt előttem elkezd mindenféle jópofa dolgot csinálni. Az is megoldható, hogy 360 fokban körülöttünk teremtsük meg a virtuális teret. Na, itt egy másik megoldást látunk az AR-re. Itt már nem kell az úgynevezett marker, az a print, ami kell ahhoz, hogy megjelenjen a 3D-s modell. Itt körülöttünk 360 fokban valahol, ebben az esetben egyébként pont egy repülő jelenik meg, és egy kis meglepetést is készítettünk így a szalagra, amit ő húz maga után. Így gyakorlatilag az történik, hogy az eszköz mint központot használja az alkalmazás, és köré egy 360 fokos térben egy animált 3D-s modellt letesz. Yeah.
Sőt, már arra is van lehetőség, hogy nem egy előre meghatározott, hanem egy tetszőlegesen definiált kép legyen az, ami megjelenik a tartalom. Ez történt a műsor logója és a zsiráf esetében is. Megérintem a képernyőt, akkor először definiálom azt a képet, ami a marker lesz, és innentől megjelenik a zsiráf. Ami ennek a megoldásnak még a különlegessége, hogy itt láthatsz ilyen kis fehér pöttyöket a képernyőn, ami az, gyakorlatilag az történik, hogy miután megvan az első marker a kép, az alkalmazás elkezdi mappelni, feltérképezni a környező látványnak a kontrasztpontjait, és már azt is használja arra, hogy elhelyezze a zsiráfot. Ennek eredményeképpen, bármennyi is nem szeretnénk, de a Novum logóról le tudom venni az eszközt, és már nem kell látni adott esetben az eszköznek az eredeti printet, a markert, annélkül is látszik a zsiráf. Tessék, próbáld ki. És olyat tudunk csinálni, hogy mondjuk a repülő elrepüljön a zsiráf fölött, vagy elüsse a zsiráfot? Hát az a szerencsé, hogy nem tettünk a zsiráfban ilyen ijegységi animációt, úgyhogy tudunk, és rajta is fog maradni a képernyőn a zsiráf. Hát hozom a másik eszközt, és megcsináljuk. Várjuk, hogy érkezik a repülő, a zsiráf is ott van, a repülő fönn van, és most csap le a zsiráfra. Zsiráf szegényképp. Bár az augmented reality technikához már minden szükséges felszerelés a zsebünkben lapul okostelefonok és táblagépek formájában, az áttörésre még várni kell. De ha jön egy killer app, ahogy Szabolcs fogalmazott, az teljesen elmoshatja a határt a valóság és a virtuális világ között.